Tisztelt Werd Müller, üzletfejlesztés. Egy potenciális ügyfelük megbízásából kerestem meg önöket, és kaptam ezt a január 25-i időpontot, amire elkészítettem 10 szlájdot annak érdekében, hogy világossá tegyem, milyen kérdések foglalkoztatják ezt az ügyfelet. Az ismeretet önök jól ismerik, én nem nevezem meg, tekintettel arra, hogy ilyen értelemben egy zárt körű kapcsolatról van szó. Maga az információ azonban nem jelent semmiféle titkosságot. Ezek az információk ugyanis nyílt forrásokból származnak, nem tartalmaznak semmi olyasmit, ami a korábbi 2021-es ügyfélkapcsolatból származna. A megbízás lényege az, hogy a további útvonalát kellene pontosítani. Ez ügyben már 26-án lesz egy megbeszélésem az illető cég két ügyvezetőjével, közülük az egyik a tulajdonos. Ezen a szlájdon tehát azt foglalnám össze, hogy milyen is volt ez a kapcsolat, mi született ennek eredményeképpen, és egyáltalán mi várható. Ugye maga a kapcsolat egy potenciális platform stratégia részét képezi megállapításom szerint. A Werd Müller kínálatot én tulajdonképpen csak január óta ismerem, tehát összesen 3 hete, és január 10-én volt alkalmam megismerkedni néhány óra keretében az eddigi prototípus rendszerrel, ami a Werd Müller U-Control 2000 U-Link U-Create Web, illetve ennek a programozhatóságát támogató nyílt forrású Node-RED szoftver és erre épülő fejlesztőeszközök képezték. No már most, itt ugye arról van szó, hogy egy SCADA rendszert kell tulajdonképpen fejleszteni, majd befejezni a prototípust követően. Itt tulajdonképpen, hogyha ugye ezeket a SCADA betűszavakat ugye kifejtjük, itt a Supervisory Control, ami a legelején van, hát ezt még erősen meg kell határozni, itt elfben a ügyfélnek mindenképpen döntési lehetősége van, még akkor is, hogyha az eddigi fejlesztést megtartja és tovább folytatja. És hát a másik része ugye ennek a betűszó meghatározásnak and data acquisition, tehát maga és az adatgyűjtés, ahol még el kell jutni egy a jelenleg fejlesztésben, ugye az adatgyűjtés szempontjából egy fejlesztés, egy kihelyezhető pilot változatig még ebbe az évben. És hát nem utolsó sorban itt van az analitika kérdése, ami különösen fontos az egész rendszer, amit az ügyfél fejleszt, üzleti bevetését illetően. Hát ezt még erősen meg kell határozni, és 2022-ben ez az ügyvezetők elvárása, ez legalábbis pilot szinten bevezethető legyen. Tulajdonképpen előnyös lenne, hogyha már az év végére egy olyan rendszer alakulna ki, ami teljes mértékben minden felhasználójánál ennek az ügyfélnek bevezethető lenne. No már most hát az analitika ugye ezért ez egy különösen érdekes terület, amihez ugye nyílt források alapján megállapítva azt látni, hogy a Werd Müller már legalább 2 éve az úgynevezett Industrial Auto ML, tehát ilyen ipari autó ML, vagyis az iparon belül használható autó ML, hiszen sokféle ilyen, sőt nyílt forrású megoldás könyvtár van. Ezen belül ugye, amit ő Model Builderként, illetve Model Runtimeként kínál, ezen alapulhat az analitika, ha az ügyfél a továbbiakban Meidüller vonalon indul tovább. Ez köztudomású, hogy maga ez a megoldás,
ami egy Müller megoldás, az Industrial Auto ML. Az a Microsoftnak az Azure, így vagy úgy nevezve ejtjük, rendszerén, tehát egy felhőrendszeren alapszik, ami ugye alkalmas arra, hogy ott megfelelően előkészítésre kerülnek ezek a modellek. Azonban hát itt már a beegymelés tovább lép, tekintettel arra, hogy az év végén, az utolsó negyed évben partnerségre lépett, mégpedig megítélésem szerint egy stratégiai partnerségre a Crosser nevezetű svéd céggel. Mint itt ugye a nevében is látni, az intelligens edge computing, tehát perem számítástechnika megoldások szoftvereit szállítja ő egy eléggé érdekes rendszerben, és hát ez a partnerség azt jelenti, ugye, hogy valahol összeházasodik a számomra legalábbis ez jelenti, a Weidmüllernek az Industrial Auto ML-je a Crosser technológiával, ami egyébként a Node-RED-hez hasonlóan egy ilyen dataflow rendszer programozási paradigma. Azzal a különbséggel, hogy a Crossernek ugye egy .NET alapú speciális kernele magja van, és erre épül rá mindaz, amit ő ugyanilyen rendszerben, csak éppen, ahogy látom, C-Sharp-ba vagy Python-ba lehet programozni. De ugyanúgy hát a workflow-t rakosgatja össze az ügyfél, aki használja ezt a szoftver megoldást, az ipari alkalmazó. Ugyanúgy, ahogy itt az eddigi SCADA megoldásban a Node-RED jelentheti ennek a kiindulását magánál a PLC-nek a szintjén. Úgy látom, hogy a Crosserrel való, ilyen értelemben való összekapcsolódás azt is jelenti, hogy valamilyen későbbi eszközben, tehát a U-Control 2000 nevű vezérlő eszköznek a valamilyen fejlettebb, kétszer akkora kapacitású, tehát fél gigabyte helyett egy gigabyte memória kapacitású változatában jelenik majd meg a Weidmüller ennek a közvetlenül a Crossernek és a Python-nak, ami ugye a Crosser szempontjából egy kulcs kiegészítője a .NET-nek, a .NET-es magnak, meg az egyéb futtató dolgoknak. Tehát, hogy ezért egy ilyen dupla, minimálisan egy ilyen dupla kapacitásra lesz szükség a megállapításaim szerint. És hát ennek a Crossernek is egy jellemzője, hogy az Azure-nak az úgynevezett IoT Edge részébe, tehát a perem területen kerül elhelyezésre a teljes analitika futtató rendszere. Ott ugyanúgy egyébként a tréninget nyilván a magában az Azure-ban végzik. Maga ez az IoT Edge az Azure-ban pedig, hát most ebben az esetben jelenthet egy az adott ügyfélnél kihelyezett szervert, ugye? Na már most én úgy találtam, hogy az analitika, hogy könnyen használható és értelmes legyen az ügyfél, a potenciális Weidmüller ügyfél felhasználói számára, itt egy további technológia, ez a Power BI a Microsofttól, és hát erre majd külön ki is térnék a továbbiakban. Most én úgy láttam egy 2021 márciusi szeminárium alapján, ami pontosan erről a Industrial Auto ML-ről, meg ehhez kapcsolódó Weidmüller stratégiákról szólt, hogy ugye az Industrial Auto ML-nek a Model Builder része itt ugye egy grafikával volt abban a szemináriumban ábrázolva, ami egy régebbi slide, ugye, 2018 elejé, ami ugye, hogy a minek alapján építjük fel ezt a modellt, amit utána telepítünk egy futtató környezetbe, ami ebben az esetben ugye
a Modern Runtime, és ott ugye az anomália detektálás, anomália észlelés, ennek a bizonyos mesterséges intelligencia modellnek a segítségével történik, amit külön tréninggel állít elő a, már most is ugye ebbe az Industrial AutoML Solution-be a Weidmüller támogatással az ügyfél, hát a Weidmüller ügyfél. Na most erről fontos tudni, ugye, hogy ez, itt látjuk, hogy mind a kettő, ugye ez már egy újabb adat, ugye ez a második slide, amit itt kivetítek ide, akkor látszik, hogy ez már egy 2019 novemberi. Tehát ebből azért lehet látni, hogy a Weidmüller régóta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, tehát alapos kutatásfejlesztés előzi meg mindezt, amit most potenciálisan az ügyfélnek ajánl. És egy mondás, amit én a Weidmüller által tett beszámolókból vettem, nyílt szakmai újságból veszem, hogy úgy tervezték ezt a megoldást, hogy más rendszerekkel együtt, mint például a Microsoft Dynamics 365 ERP, tehát Enterprise Resource Planning, és nem utolsó sorban onnan vehetők ugye ilyen model training, ami ugye a mesterséges intelligenciának egyik alapvető jellemzője, és magát a modellt pedig a Power BI-on, úgy tervezték, hogy a Power BI-on keresztül lehet leginkább, vagy célszerű megjeleníteni a modell, a futtatott modell eredményei. Tehát valójában ez az összeállítás, amit itt próbáltam összefoglalni, ez számomra azt jelenti, hogy ezzel a további az analitikában, ezzel a további útvonallal platform szinten, platform technológiák szintjén egy biztos irányra alapozna az ügyfél, ami persze nem jelenti azt, hogy nem lennének más választási lehetőségei is, ami pillanatnyilag mindenképpen többféle szempontból felmerül. Na már most, hogyha tovább megyünk, ugye itt az első kérdés számomra, mármint az ügyfél szempontjait figyelembe véve, hogy ugye valahol lássuk azt, hogy a Weidmüller milyen pozíciót foglal el az automatizálás területén. Ez egy 2020-as amerikai jelentésből vettem, ami ugye a globális automatizálási szállítókat foglalja egybe, egyszerűen az éves forgalmunk alapján, ami abban az évben 792 millió euró volt. Na már most itten ugye látszik, Weidmüllernek meglehetősen, hogy is mondjam, nagy a globális jelenléte. A 2018-ban 823 millió euró volt az éves forgalma. Ezt látjuk, hogy ez két évvel rá, ugye ez lecsökkent, nem jelentős mértékben. Hát ez azt hiszem összefügg általában azzal, hogy ezzel az Internet of Things, Industrial Internet of Things dologgal, hogy megjelenik az IoT az iparban széles körben. Ezzel tulajdonképpen ugye mindenki az automatizási vendorok szállítók közül küzdde azzal, hogy növelje ennek révén azokat a bevételeket, amit a korábbiak nem tettek, nem tesznek lehetővé. És ilyen értelemben, tehát magáról, arról a megoldásról, amit ez az egész Weidmüller irány jelent stratégiailag, azt lehet mondani, hogy ez egy létkérdés az én megítélésem szerint a Weidmüllernek. Na már most ilyenekről szeretnék majd hallani ennek a slide-nak a keretében. A referenciák ebben a bizonyos 2021 márciusi előadásban a kompresszor dashboard, tehát irányítópult, amit most nevezhetnénk egy műszerfalnak bizonyos értelemben, a régi-régi
mondjuk a 70-es évekre jellemző és irányítási rendszerek szempontjából nagyobb rendszerek irányításának a segítő rendszerek szempontjából. És itt ugye a példákon itt azt mutatja szépen, ezt kérném részletesebben megmagyarázni, hogy ebben milyen dolgokra érdemes az ügyfélnek, az én potenciális ügyfélemnek, ez az én megbízómnak, mire érdemes önök szerint fölhívni a figyelmét. Itt látható, hogy ez egy 2016-os, ugye ennek a kisbetűs szövegnek a kinagyításával 2016-ban készült, ábra erre a kompresszor dashboardra vonatkozóan, ami a Boge nevű német céggel való együttműködés során, ugye ez egy kompresszorgyártó, ismert kompresszorgyártó, készült. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a Weidmüller már legalább ugye 5 éve, 5 és fél éve foglalkozik ezzel a témával, a megfelelő német partner cégek bevonásával. És ez valóban igaz, mert ugye a Weidmüller ezt hirdeti ebben a 2021-es ábrájában, szlájdján, ami 2018 óta már tulajdonképpen így van, hogy a jövő képe, a visionje az az, hogy magát a machine learninget, tehát a gépi tanulást automatizálja, vagyis segítse a gépi tanulás modelljeinek a létrehozását és implementálását, mégpedig ilyen mondhatnánk számítástechnikai segítséggel, aminek a kidolgozásán folyamatosan működik, fejleszt, kutat maga a Weidmüller. Ez annak a célja pedig az, hogy a szakterületi szakértők ezeket a bizonyos gépi tanulási módszereket maguk tudják használni. Ugye itt arról van szó, hogy az úgynevezett adat tudósok, data scientistek kellenek még ma is tulajdonképpen ahhoz, hogy bevethető adott célra alkalmazott gépi tanulási modellek készüljenek. És hát ezt akarja maga Weidmüller egy olyan ennek a bizonyos AutoML, Industrial AutoML megoldásnak a segítségével kiküszöbölni a Weidmüller. És akkor itt ugye felsorolja ezeket a megfelelő lépéseket, hogy ehhez mit kell csinálni. Hát ezt én kérném, hogy ezt megfelelően kommentálják olyan formában, hogy ezt én is tudjam hitelesen prezentálni már a 26-ai ügyvezetői meetingen. Itt egy ilyen feldolgozási pipeline van tulajdonképpen a szoftver segítségével. Itt fontos az, amit ugye lehet találni, hogy itt ismét a Bogével volt kezdeti együttműködése a Weidmüllernek, de maga ugye a Bogével való kapcsolat, az már ezekben az irányokban, ez már 2016-ra visszamenőleg datálódik. És ugye itt egy 2020 februári nyilatkozatból pedig látszik, hogy az egész gépi tanulásnak az ipari bevezetését célozza meg a Weidmüller, ebben mondhatnánk azt, hogy egy úttörő szerepet játszik, még pedig a hannoveri vásáron mutatta be egy ilyen előzetes változatba, preview-ba a Microsofttal együtt végzett ilyen fejlesztését. Na már most, itt a Microsofttal való együttműködés azt jelentette természetesen, hogy egy csomó Microsoft Azure az szolgáltatást használ, és hát így együtt, amit a Weidmüller fejlesztett, meg azok a Microsoft, a Weidmüller-t igénybe vett azős szolgáltatások, mint alap, ezek lehetővé teszik azt, hogy most megépíthetik ezeket a gépi tanulási modelleket órák alatt, szemben azzal, hogy ez ugye sokkal hosszabb időt vesz igénybe, arról nem is beszélve, hogy az adat tudósok, az adat tudósok bevonása, hát az nem is olyan egyszerű, mert ez egy meglehetősen szűkös szakemberállomány.
És ha azt nézem, hogy ezzel a 2021-es év terméke közönség, tehát szak közönség között tartott szavazás során elnyerte az egyik év terméke díjat, mégpedig a szoftver és a informatika területén. A Weidmüller, úgy hiszem, hogy ez egy, azt valamit azért csak mutat, hogy már elegen használják, legalábbis Németországban, német, vagy német nyelvterületen, ezt a Industrial Auto ML-t ahhoz, hogy hogy legyenek, akik ezt megfelelően tudják értékelni, összehasonlítani, és egy kellő újdonság ez még teljes mértékben. Nyilvánvaló, ennek következtében a hazai bevezetése, tehát az magyarországi bevezetése is aktuális ennek, amit külön kérnék majd ezen a találkozón, hogy úgy, hogy a már a ügyfelem, illetve hát a megbízomnál látható prototípusra vonatkozóan azt is szeretném tudni, hogy Magyarországon meddig jutottak a prototípushoz tartozó technológiák, tehát a U-Control 2000, stb. Bevezetésével. Vannak-e már kész referenciák, vagy még hasonlóképpen csak ilyen prototípusokat készítenek bizonyos magyar ügyfelei a cégnek? És hát szeretném azt is tudni, hogy ami egy nagyon lényeges dolog, hogy a megfelelő programozási programozáshoz azok a bizonyos Notepad rendszerhasználók, az a körem mennyire nagy, vagy kicsi, vagy közepes Magyarországon, milyen cégeknél állnak rendelkezésre ilyen szakemberek, akik adott esetben bérelhetők, stb. Ezt is szeretném tudni. Na már most a még újabb, ugye Industrial Auto ML-re vonatkozóan pedig hasonló dolgokat szeretném tudni. Hány ügyfélnél kezdődött el már ennek a bevezetése, és hol tartanak, hány ilyen ügyfél van, milyen iparágakban. Egyáltalán milyen kiképzés kell ahhoz, hogy, mert azért valamilyen kiképzésre mindenképpen szükség van, mit tud ehhez nyújtani maga a Weidmüller, mivel segíti ennek az autó, Industrial Auto ML-nek a bevezetését. Ilyen jellegű információkra lenne szükségem ahhoz, hogy megfelelő módon tudjam képviselni a szakmailag a kérdést, ezt az egész Weidmüller alapú stratégiát az ügyvezetőknél. Természetesen, mondtam, említettem, ugye más lehetőségek is már vannak, amit hasonlóképpen feladatom, hogy ez megfelelően értékelve legyen, így az összehasonlítást is el tudjam, és megtörténjék, és ennek megfelelően kerüljön sorra a döntésekbe már most bizonyos mértékben, és hát nem utolsó van, mondjuk olyan 3 hónapon belül. Itt a legvégén még egy slide, eddig, ugye azt foglaltam össze, ez egy Microsoft dokumentációból származó ábra, egy 2020-as májusi ábra, hogy a Power BI abban az esetben, hogyha ugye egy komplett teamnél használjuk, akkor miként jelentkezik. Ebben a részletekben most nem mennék bele, ezt kérem, hogy nézzék meg, és ezzel kapcsolatban bármit, amire szükségük van, azt kommentálják. Különösen érdekelne az, hogy az ilyen típusú, akár még a meglévő U-Control 2000 és az elépülő U-Link alkalmazásokban mennyire szerepel ez Magyarországon, mennyire könnyedén megy ez a kapcsolat a U-Control 2000 beprogramozásából érkező adatoknak a végső megjelenítésében. Itt különösen az érdekes, hogy milyen, mondjuk ami a Weidmüller részéről, mint iránymutatás szükséges lenne, az az, hogy milyen megoldásban javasolják az Edge szervernél a beérkező, tehát a U-Control 2000-ből érkező
adatok olyan idősoros rendezését vagy fogadását, amire ugye az adott adatbázis-kezelő, például a Microsoft SQL Server képes. Tehát itt nyilván már itt kidolgozott összefüggések vannak technológiailag, ez a munkánkat és a döntésünket segíteni. És nyilvánvaló másik oldalról pedig, hogyha ez viszonylag simán ez a kapcsolat létrejön az idősoroknak, bizonyos streaming elemzés, stb. Után, amit ugye el tud végezni, vagy a Azure segítségével, most az ügyfél, vagy pedig az AutoML segítségével, de nyilván itt az AutoML lenne a különösen fontos, hogy ebből hogyan, milyen módon születnek olyan megjelenítések, dashboard, report, stb., amit ugye a Power BI, mint egy általános megjelenítő platform képvisel. Tehát ilyen értelemben ennek a speciális Power BI alkalmazási területnek a Weidmüller ügyfeleknél való megjelenése érdekelne. És egész odáig ment be, hogy a Power BI Microsoft Teams, ugye az a bizonyos workgroup együttműködés, ami ugye különösen szóba jön, hogy ezek hogy valósulnak meg itt Magyarországon, mi ezzel a tapasztalat, és így tovább. Ilyen dolgok érdekelnének. Ha pedig Magyarországon itt még sehol nem tartunk, akkor az, hogy mik a németországi tapasztalatok, ugye ugyanezekben a kérdésekben. Miért is tartom ennyire fontosnak ennek a Power BI, Microsoft Power BI-nak a megítélését, tapasztalatát, mert ugye az is van egy ismert piaci elemző cég, a Gartner, ugye, amelyik már hát sok-sok évtizede ilyen úgynevezett bűvös kvadránsokba különböző informatikai technológiákat és pontosabban azok szállítóit értékeli évente, mégpedig a felhasználók, tehát az adott technológiák felhasználóinak a aktív, folyamatos bevonásával, amire egyébként magával Gartner oldalon még egy külön egy ilyen vélemény közlési lehetőség van, amit egyébként meg is lehet ott nézni. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, ez a saját, hát nem kevés élettapasztalatom alapján ez egy elég jó útmutató. És hát az nem mellékes, hogy egy ilyen Power BI technológia ebben a technológiai körben, ami az analitika és az üzleti intelligencia platformoknak a hogy is mondjam, előnyeit mutatja. Itt a Microsoft Power BI meglehetősen jó és kiemelkedő, mondhatnánk, pozíciót foglal el az úgynevezett vezetők között is, messze elszakadva az utána következő tablótól. Ez egyébként már ez több mint 10 éve így van, tehát itt egyre inkább elhúzott ez a tablóhoz képest is, ami egy ilyen független cég. A Microsoft meg ugye ilyen komplet megoldásokkal foglalkozik már régóta. És hát azért nem véletlen, hogy olyan nagy nevek, mint az IBM, vagy az SAP, a Google azért itt meglehetősen más pozíciót foglalnak el. Tehát erre vonatkozóan is kérném, hogy a Weidmüller véleményét, hogy ők hogyan látják ezt a dolgot. Ugye hát itt beletettem ebbe a szájba azt a közleményt, ami ugye a legutóbbi értékelésre vonatkozik, ugye itt már 14 éve a Microsoftot ezen a területen, hogy analitikai és üzleti intelligencia a legjobb helyre a líder pozícionálják, és hát már 3 éve, hogy mondja, a legelőrébb mutató van, szerepel ebben a bizonyos kvadránsban, a mágikus kvadránsban. A víziónak, a jövőképnek a komplettsége, és és ugyancsak a végrehajtás, a kivitelezés, megvalósításnak a képessége szempontjából.
Ugye ez csak itten betettem, hogy amit általában kötelezően közölnek, hogy bizony ez nem azt jelenti, hogy bármilyen felelősséget vállal a Gartner ezekért az értékelésekért. Ez csak egy további segítség az ügyfeleknek ahhoz, hogy ezt a kérdést maguk eldöntsék a saját szájézők és képességek szerint. Itt minden esetre a magából ebből a közleményből, ami egy Microsoft közlemény, azokat a további információkat is ide belemásoltam, amelyek tulajdonképpen magyarázzák, hogy Microsoft maga miért gondolja, hogy ezt teljesen megérdemli ezt a pozíciót, ebbe ugye itt nem mennék bele, ezt tessék megtekinteni. És hát valamit ezzel kapcsolatban azért, hogy a Weidmüller maga a cégen belül ezt hogyan használja, egyáltalán milyen ERP rendszerhez kapcsolódóan használja. Ha SAP-hez, akkor az mit jelent, mert egy ügyfelemnél is SAP biznisz van. Az ERP rendszer, ami hát nem mondom azt, hogy abban a helyzetben van, hogy ne kelljen esetleg kicserélni, de hát minden esetre egy lehetőség. Na, a másik pedig ez a bizonyos a Enterprise Low Code Application Platforms, tehát a kis kódtartalmú, vagy egyszerű kódtartalmú vállalati alkalmazási rendszer technológiák tekintetében. Ugye itt a Microsoft a Siemens 2018 óta a Siemens tulajdonában lévő Mendix-nek a után következik valahol itt a rangsorban. És hát persze ez egy olyan, amit ott megjegyeztem, hogy bizonyos szempontból ugye a végrehajtási képesség tekintetében még egy másik céget értékelt magasan a Gartner, ez az OutSystems nevű. Egyébként, ha az ember megnézi, akkor látszik, hogy ez a cég ugye ez egy abszolút úttörője ennek a területnek, mert hiszen 2001 óta építkezik ezen a területen. Na már most mi is ez a vállalati kis kód, kevés kód az alkalmazásokhoz, vagy ezt még úgy nevezik, hogy akár egyetlen, hogy nem is kell különösebb kód bizonyos esetekben. Hát ezt bizonyos tekintetben ugye látjuk itt, hogy ez a Microsoft esetében az úgynevezett Power Apps, tehát nem véletlenül említettem korábban ez a Microsoft Teams-nek a szerepét, tehát ezen belül, ugye ehhez kapcsolódóan lehet jól használni ezt a Power Apps megoldásrendszert. És hát itt bizony saját jellemzői, a Microsoft, ez egy szeptember 27-2021, ugye egy klasszikus augusztus, tehát tavaly augusztusi értékelése ez a Gartnernek, hogy itt a Microsoft maga ugye ezt úgy kommentálta, hogy ezt nem utolsó aznak köszönheti, hogy a világ legnagyobb vállalkozásai, a Fortune 500, ugye ezt a Power Apps-ot használja rendszeresen. És hát elsősorban azért vannak ilyen előnyei a Power Apps-nak, mivel egy teljes nagy megbízhatóságú Trusted Cloud-ra alapszik, mégpedig oly módon, hogy egy úgynevezett Microsoft Dataverse nevezetű megoldás, ami része ennek a cloudnak, vagy az legfontosabb része, ez teljes mértékben használja, majd aztán talán aztán még lesz itt arról szó, hogy ez ugye mit jelent. A másik pedig ugye maga az Azure felhő technológia, ami ugye több mint 250 millió olyan felhasználónak, akik a Microsoft Teams és az Office 365 keretében használják az Azure-t. És hát végezetül pedig itt van egy olyan fogalom, hogy a üzleti folyamatok automatizálása robotikusan, meg hát a másik az, hogy egy ilyen a különböző adatkapcsolatokkal, a meglévő rendszerekhez képzett adatkapcsolatokkal segítően egy ilyen alacsony kódigényű
Power Virtual Agents technológia működik ebben az egész megoldás rendszerben. Egy másik sajátosság, hogy úgynevezett fúziós csapatok, tímeknek a támogatása, tehát ahol olyanok vannak, akik úgynevezett citizen developerek, vagy tehát egyszerű a fejleszték, mármint szoftverfejlesztés szempontjából egyszerű állampolgárok, tehát nagyon kismértékű ilyen irányú készségük van, illetve nem szükséges nekik profi szoftverfejlesztőknek lenniük. De másik részről azért, tehát a fuzionált tímekben kell, hogy legyenek professzionális szoftverfejlesztők is, ahhoz, hogy ilyen tehát előremutató komplet megoldásokat ugye kifejlesztenek. Na és akkor itt maga természetesen a megbízhatóság és a vállalati megbízhatósága és a vállalati támogatottság szempontjából ez az egész Power Apps, ez egy világszínvonalú identitás platformon, ugye kifejezetten az kötődik, hogy a beazonosítással különböző felhasználóknak és így tovább, jogosultságok, minden egyéb. És egy mély analitikával kapcsolódik ez össze, hogy itt ezt ne részletezzem a továbbiakban. Na már most ugye a Microsoft ebbe a közleményébe, ebbe a bizonyos tavalyi szeptemberi közleményébe bejelentette itt ezt az újabb kiváló értékelést Gartner részről. Ezt az ábrát tette közzé annak illusztrálására, hogy ez a Power Apps technológia együttes, ez milyen részekből áll. Itt látható, hogy úgy a webet kiszolgálni képes, úgy a iOS, tehát az Apple ügyfeleket, vagy Apple telefonokat, mint az Androidokat kiszolgálni feleket. Kibővíti a Microsoft 365-et, amiben mindenféle Microsoft ügyfél technológia van, és egy ilyen vegyes valóság dologot is támogat, ugye ez egy bizonyos, ugye szimbolizálja ez a bizonyos speciális szemüveg. És ennek különböző részei vannak, amit most nem részleteznék, de központi az adatok integrálásában ez úgynevezett Microsoft Dataverse. Most erre a Microsoft Dataverse-t azt kell tudni, hogy ez egy egészen 2020 novemberéig a Common Data Services nevet viselte, CDS volt a neve, és a Common Data Services pedig egy Common Data Modellen alapult, amit egy évvel korábban propagálni kezdett már a Microsoft széles körben. Nevezetesen felismerte azt, hogy ahhoz, hogy a legkülönbözőbb területi alkalmazási szoftverek egységbe rendeződjenek, ahhoz egy ilyen közös adat modellre, adat értelmező, a közös értelmezettségű adat környezetre van szükség. Most ennek nem mennék bele, aki ismeri, azt tudja, hogy ugye az adatmodellezés az alkalmazás fejlesztésnek már évtizedek óta egyik leglényegesebb és legalapvetőbb, hogy úgy mondjam, megközelítése, és ennek úgy korábban, mint most végül, minden szempontból óriási jelentősége lesz, mert hogy ennek a Dataverse-nek, amit ugye most már így neveznek, és a dokumentációban is ezt lassan átvezetik, a legkülönbözőbb, hogy is mondjam, áttéréseknél a meglévő technológiával ezt a közös adatrendszerre, egyformán értelmezett adatrendszerre és egyre nagyobb kiterjedtségű adatrendszerre való áttérésnek úgy fontosságú szerepe van. Így például, ugye, hogyha leginkább akkor lehet ezt könnyen megtenni, hogyha a Microsoft Dynamics rendszert vezetik át egy ilyenbe, de az általában az SAP-hez és máshoz is, ez egy külön téma. És hát ezért ez a legnagyobb előnynek mondja a Microsoft, hogy ez a világ legkomplettebb low-code app platformja, tehát kevés kódigényű alkalmazási platformja. Na most az egész kevés kódigény, ez azért lényeges, mert itt van ez a PowerFX nevezetű technológia, ami ennek a gyökerei az Excelben vannak, aki ugye Excel felhasználó, és azon belül is egy komolyabb felhasználó, az jól tudja, hogy az Excelben ugye mindenféle képletekkel lehet tulajdonképpen felokosítani az Excel-t,
Hát egyik kedves volt egyetemi társam, ő például a komplett cipőgyártás területén alkalmazta ezt, a lányával közösen ezt fejlesztették, és egész világon nem ezt használták, mert hogy ő ilyen nemzetközi nagyvállalatnál volt alkalmazásban, és hát Magyarországon felé is ugye a gyártmás ütemezés, mit tudom, tehát magyar a cipőgyártásnak a termelés irányítási alapvető segíts szoftvere lett az övé. Na most ezt el tudjuk képzelni, hogy akkor ez a bizonyos képlet alapú dolog átterjed most már ugye a Power Absence keresztül, általában a kevés kódigényű alkalmazás platformok világába. És hát ez egészen odáig megy, hogy még a természetes nyelvi dolgokat is beleveszik ebbe, és ez alakítja ki a Power Apps-nek az úgynevezett Maker Experience-ét, tehát a Makernek nevezi a Microsoft azokat, akik nem professzionális szoftverfejlesztők, hanem egyszerűen megcsinálják a szoftvert, úgymond, tehát azok a bizonyos citizen developerek, tehát állampolgári fejlesztők, ezek a makerek szembe azokkal, akik professzionális fejlesztők, akiket ugye tudatosan megkülönböztesse ezt a developereknek tekinti. És hát végezetül pedig ugye a minden fejlesztőnek, ugye ez következett minden eddigiből, így ugye a kielégítő környezetet is ad ez a platform, fejlesztő platform, mégpedig az úgynevezett teljes életciklusra kiterjedő ALM igényeket is kiszolgálja, a adminisztrációt is kiszolgálja, együttműködéseket, stb. Vagy a favorit professzionális fejlesztő eszközökben is úgymond tudnak dolgozni a professzionális fejlesztők. Nos, hát erről szeretném ugye hallani majd a Weidmüllernek a véleményét, olyan formában is, hogy milyen alternatívákat lát ehhez képest a Weidmüller, így ebbe az egész end-to-end platform kérdésbe. Amin belül én most kifejezetten nem foglalkoztam a streaming analysis kérdéssel, ami úgy a Industrial AutoML-be, mint a természetesen az Azure-ben még általánosabban megvan, mert egyelőre úgy látom, hogy a legeleje, tehát a SCADA oldal és a vége, ez a bizonyos Power Apps és a Power BI, ezek azok, amik itt a leginkább az ezzel kapcsolatos Weidmüller hozzáállás, lehetőségek, ajánlatok, kiegészítők, stb. Azok, amelyek meg kell, hogy határozzák a megbízónak a előzetes vizsgálódásait. Ezzel köszönöm is, hogy meghallgatták ezt a videót, és hát találkozunk akkor ennek megfelelően arra a bizonyos másfél órára, ahol az egyik kollégám is megjelenik, aki a diszertációját, vagy nem diszertációját, hát a diplomunkáját éppen ebben az évben fogja megvédeni mesterség és intelligencia kérdésekben. Tehát ő az ügyfelemnél végzi ezt a munkát, vagy kap lehetőséget, hogy ennek keretében alkalmazza az ezzel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy köszönöm tehát a figyelmet, és hát találkozunk akkor valóban január 25-én. Viszontlátásra, viszontlátásra.